Köszöntöm kedves nézőinket, Jelics Fanni vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják, tartsanak velünk! Szekszárdi szüreti napok, kulturális feltöltődés. Őszi kínai asztrológia, Jangfa sárkány energiák. Szülőföld Akadémia előadás sorozat. A közös szervezési program első része volt szeptember 24-én. Az idei szekszárdi szüreti napok gazdag program kínálata több mint 45 ezer látogatót vonzott. A változatos programokból minden korosztály kedvére tudott válogatni. Kiállítások, színházi előadások, koncertek, gyermek és hagyományőrző rendezvények várták a vendégeket szeptember 19 és 22-e között. A szeptember 19-i csütörtöki napon a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének rendezvényével a szeretet lángjával rajtolt el az idei szekszárdi szüreti napok. A cél idén is az volt, hogy felhívják a figyelmet a mássággal élők elfogadására kulturális műsorokon keresztül. Szállj fel magasra, dalom, hódíts meg most a kék eget. A sokszínűségünket és a másságunkat kell elmondani, hogy miről szól, mert nagyon sokan nem tudják, az mit jelent egy látássérültség, a vakság, mozgássérültség, értelmibe akadályozottság. Tehát ezt hangsúlyoznunk kell. Pénteken délután tartották a fesztivál ünnepélyes megnyitóját. Köszöntőt mondott Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, és Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is. A kilátogatók ekkor már ízelítőt kaphattak a hagyományőrző műsorokból. Szombaton talán a legtartalmasabb nap következett, ekkor tartották ugyanis többek között az ikonikus szüreti felvonulást is, amely idén ismét a régi útvonalon, a belvároson áthaladt. Tovább innom, jaj, tovább innom, a kengorát ne kelljem. Lesz majd cukor, méz meg csupor, hogy a kedvem beteljen. Tovább innom, jaj, tovább innom, a kemborát ne kelljen. A menet rendkívül látványosra sikerült. Számos táncegyüttes, zenekarok, az oktatási, nevelési intézmények képviselői vonultak fel. A tömeget több ezer ember nézte nagy érdeklődéssel az út széléről. A táncokból, énekekből egyaránt kicsik és nagyok is kivették a részüket. A produkciók mindenkinek elnyerték a tetszését. Jól érezzük magunkat, jó társaságban vagyunk, úgyhogy finom borokat iszunk, nagyon jó. Nem tetszett, nagyon színvonalas volt, színes volt, rengetegen felvonultak, nagyon jó idő van, úgyhogy nagyon szép élmény volt. És ami jó, hogy rengeteg, hogy mondjam, különböző területről lévő, tehát nem csak a szőlőhöz kötődő, hanem gyakorlatilag aki él is mozog. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszönetet mondott a kilátogatóknak. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan és ilyen szép létszámmal vesznek részt a felvonuláson. Nagyon örülünk annak, hogy úgy adódott, úgy húzta a sors, hogy erre a hétvégére esett a szüreti napok rendezvénye, mert hát mindenki előtt ismeretes az előző hétvégének a
borzasztó időjárása. Én úgy érzem, hogy minden összejött itt most ezen a hétvégén. Kezdődött a nulladik nappal, láttuk, hogy mennyien voltak az érdeklődők. A megnyitó is nagyon-nagyon színvonalas volt, és nagyon jól sikerült, és hát a felvonulás is gyakorlatilag úgy láttuk itt többeknek a véleményét kikérve, hogy talán az utóbbi években ilyen sokan, ilyen nagy létszámból még nem vettek részt. A felvonulásra számos településről érkeztek csoportok, hogy megmutassák, hogyan őrzik hagyományaikat. A csoport már közel 40 éves, és többször szerepeltünk már itt a születi fesztiválon, és ebben az évben is részt veszünk a születszépe versenyen, úgyhogy nagyon örülünk, hogy meghívást kaptunk, és nagy szeretettel jöttünk. A picikék kékfestőruhában vannak, nekik most készül majd még egy új ruhájuk, a nagyobbak pedig a majosi ruhában. A majosi ruha Falter Rocknak mondjuk, mert berakásokkal készül, és az a jellegzetessége, hogy egy 3-4 centis rakások vannak benne. Ehhez tartozik egy mellény, vagy pedig egy felső rész. Az ünnepi ruha az brokátból állt, brokát szoknya és brokát felső rész, vagy pedig mellényt húztak hozzá, ami kázsmérból volt, különböző színű kék, piros, bordó, különböző színű kázsmér mellények voltak, és annak az volt az érdekessége, hogy hímzés volt rajta, az alján is hímzés, és majoson kékkel hímezték a mellényeket. Nagyon szerették a kék színt, még a templom tetejét is kékre festették, és azt mondták, hogy ez a majosabb ló, majosi kék. A sárpilisi Gerlice Madár hagyományőrző néptánc együttes tagjai is díszes öltözékben vonultak fel. Hosszú évek óta szívesen jövünk, hiszen itt vagyunk a szomszédban. Nagyon jó hangulatú ez a fesztivál, és nagyon szeretünk jönni. Sárközi népviseletben vagyunk, és ez egy kívülállónak is mond sok mindent, hiszen ha rám néz, akkor látja, hogy egy idős asszony viselete, és hát én is idősebb vagyok, de hogyha itt megnézik, középkorú fiatal asszony, a lányok viselete, az pedig mind piros, élénk színű, és ez mutatja azt, hogy milyen korosztály, és hát a kendőviselet pedig azt is megmutatja, hogy lányról vagy asszonyról van szó, a lánynak kint van a kendősarka, az asszonyoknak meg be van kötve, úgymond a fejük. A születi felvonulást ismét egy látványos rendezvény követte, hiszen a Béla Király téri színpadon kezdődött a Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója. Összesen 10 táncegyüttes, 250 táncosa és 6 zenekara mutatta meg tudását. Az esemény keretében tartották meg a szürett táncos párjaválasztást is. 8 páros mutatta be táncait, a zsűri végül a Decsi Csillagrózsa hagyományőrző néptánc együttes duóját, Vég Liliana Lolitát és Farkas Patrikot választotta. Őket közvetlen az eredmény kihirdetése után kérdeztük. Nekem teljesen hihetetlen, és nem gondoltuk volna egyáltalán, hogy mi fogjuk ezt így megnyerni, meg hogy mi leszünk a szüret párja, de nagyon örülünk neki. Nekem oviba volt néptánc, és akkor arra elmentem, ott megtetszett, és akkor első és másodikos koromban elkezdtem járni ebbe a csoportba, aztán azóta csinálom, és szeretem. A családból már voltak rokonaim, akik táncoltak előtte, és nekem is így kedvem lett hozzá. A zsűri elnöke Zsikó Gál Klaudia, Szexárd jegyzője volt, aki nagy dicsérettel illette az összes párost. Zsebők Ferenc szavait szeretném idézni, aki szerint a hagyományt ezt nem kell ápolni, mert nem beteg. Nem kell őrizni, mert nem rab. A hagyományokat annak érdekében, hogy megőrizzük, annak érdekében meg kell élni. Az itt látott színpadi produkciók
és táncos párok azt gondolom a mindennapjaikban megélik a hagyományokat, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a hagyományaink élnek és élni is fognak. Szebbnél szebb előadásokat, szebbnél szebb népviseleteket láttunk, és ha azt mondom, hogy közhelyesen, hogy nehéz volt a zsűri dolga, akkor nem hazudok, hiszen a közönség soraiból, a tapsokból ugyanezt igazolták vissza. A mai napon nincsen első és nincsen nyolcadik helyezett, itt ma mindenki nyert, én azt gondolom. Szombat este táncházat is tartottak a Vármegyeháza udvarán. Kettő évvel ezelőtt kezdtük el ezt, hogy itt a Vármegyeháza udvarán kaptunk lehetőséget, hogy táncházat tudjunk tartani itt a környékbeli Tolna megyei együtteseknek, és először félvel kezdtünk neki, hogy lesz-e jelentkező itt a rendezvény alkalmával, és az első alkalommal már nagyon sokan jelentkeztek, meg jöttek ide be itt a Vármegyeháza udvarára, élő népzene, közös mulatság, és azt látom, hogy most csináljuk másodszor is, most már majdnem, hogy megtellik az udvar, úgyhogy szerintem egy szép kis rendezvénynek nézünk elé. A szexádi születi napok, akkor természetesen a finom borok sem maradnak el. A borudvarban számos pincészet kínálta termékeit. Fivérek borbirtokról jöttünk Szexárdról. 2019-ben alapítottuk a céget, egy nagyon fiatal kis borászatról van szó még. Alapjában véve 20-ban volt az első komolyabb évjáratunk, és hát azóta is folyamatos fejlődésben vagyunk. A 2021-es évjáratokkal is jöttünk ki, főleg a vörösökben 2021-es évjáratot jöttünk ki. Hála az égnek azt mondhatom, hogy az elmúlt időszak az arról szólt a fejlődés mellett, hogy megmérettetünk több nemzetközi versenyen is, ahol nagyon szép eredményekkel tértünk haza. Az Aliszka borászat idén harmadik alkalommal vett részt a szexádi születi napokon. Új borokkal is készültünk, az egyik ilyen új különlegesség a Somnium névre hallgató borunk, ami egy 2021-es évjáratú késői születelésű Merlot és Cabernet Sauvignon házasításából készült vörösbor. Alapvetően egy száraz vörösborról beszélünk, viszont magas alkohollal, alacsonyabb savgerinccel, ez olyan érzetet kelt az emberekben, mintha egy kicsit ilyen édeskés lenne, tehát úgy is szoktuk mondani, hogy álomba hajló az ízvilága. A Fürtöske gyermekfoglalkoztatóban Gulyás Éva, az I. és Gyula könyvtár és a Humán Szolgáltató Központ a gyerekeknek kézműves foglalkozásokkal készült. Készítettünk poháralátéteket ilyen őszi színekben, készítettünk kis gesztenyecsigát és kis kosarat, azt pedig egy ilyen PET palackból, ilyen újrahasznosított anyagból szintén. A gyerekek kiélhették kreativitásukat. Ráragasztani a szőlőt, a madzagot így beleragasztani, hogy jól megnyomódjon rajta. Aki megéhezett, az az Ízek utcájában és a Béla tér Garai tér közötti szakaszon válogathatott. Mindegyik lángosunknak fokhagymás tejföl az alapja, ráteszünk vöröshagymát, kolbászszalonnát, vagy csípős paprikát és sajtot, aztán 3-4 percig sül a kemencébe. A kézműves kirakodó vásárban rengeteg terméket vásárolhattak az érdeklődők. Kásler Péter foesztergályos egyedi fából készült árukkal érkezett. Én kézzel csinálok mindent, otthon van nekem egy esztergapadom, én csináltam, és akkor avat. Így külön a fát, azt nagyon szeretem, tehát tulajdonképpen barackfa, diófa, cseresznyefa, tehát tulajdonképpen mindenféle gyümölcsfa, egyik szebb, mint a másik. A Béla Király téri színpadon a 4 nap során számos koncertet rendeztek. Vasárnapot Cikora Róbert és az Ergo zárta. A születi napokat a rendezvény követően hétfőn értékelte Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Hát azt gondolom, aki ebben a 4 napban ide látogatott Szekszárd, legyen az helyi, vagy legyen az messzebb tájakról érkező vendég, elégedetten távozhatott. A születi napok alaphangulatát mindig megadja az időjárás. Nagyon kegyes volt hozzánk az ég, hiszen mindannyian, akik itt élünk, tudjuk, ha egy héttel korábbra esett volna ez az időpont, akkor nagyon szomorúak lennénk. Így viszont azt hiszem mosolyt csalt az arcunkra az az időjárás, ami minden 4 napig az év legszebb napjait tudja így revarázsolni Szekszárdra. Nagyon szépen köszönöm valamennyi szekszári polgárnak a türelmét,
a megértését és azt a fajta jó hangulatát, amellyel mi újra példát mutattunk az ország valamennyi más fesztiváljának, újra büszkén vallhattunk magunkat Szekszárdinak, megmutathattuk az értékeinket. Ez a helyi lakosok, az itt élő polgárok együttműködése és jó szándéka nélkül nem működhetne, úgyhogy én nagyon köszönettel és hálával tartozom valamennyi itt élő embernek, aki ebben a négy napban bármilyen módon kivette a részét, segítséggel vagy pusztán csak a jó hangulatának a bemutatásával. Mi ezért vagyunk erősek, és ezért tudjuk Szekszárd jó hírnevét a jövőben is öregbíteni. Jangfasárkány éve van, és az ősz folyamán ennek energiája még hangsúlyosabb lesz. Amit tanulnunk kell ebben az évszakban, az a rugalmasság, a felismeréseink tudatosítása és változásokat foganatosítani. Molnárné Gyürki Erika elmondta, hogy a kínai asztrológia segítségével hogyan tudunk jobban helytállni a következő időszakban. Molnárné Gyürki Erikát kérdeztük, hogy a kínai asztrológia szerint mire számíthatunk az ősz folyamán. A Yangfa nagyon hangsúlyos energiával hat ránk. Amikor a sárkány éve beköszönt, akkor ugye mindenki egy kicsit úgy 3 méterrel a föld fölött lebeg. Tehát mindenkinek megvannak az elképzelései, a sárkánya a világot akarja megmenteni, rettenetesen nagy lelkű, segíteni akar az embereknek, és akkor folyamatosan érik benyomások. És ahogy érik benyomások, nem szól semmit. Lenyeli, félreteszi, és amikor megérkezik az oppozitora a kutya mondjuk, vagy megérkezik mellé egy másik sárkány, akkor úgy hirtelen a sárkány fölrobban, elkezd tüzet okádani, és a fejedre olvassa annak az évnek, évtizednek, évszázadnak az összes bűnét. Tehát gyakorlatilag, hogyha elszakad nála a cérna, ha elfogy a türelme, és a türelem egy nagyon fontos szó ebben az évben, akkor nem érdekli, hogy mi lesz utána, minden borít. Tehát azért van szükség arra, hogy tudatosítsuk azt, hogy mikor jutunk el arra a szintre, amikor most már bármi lesz is a következménye, mindent föl fogunk borítani, akkor lehet, hogy előtte neki kell állni, lassú kis lépésekkel változtatni a dolgokon. Észrevenni, tudatosítani, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy milyen szerepet játszunk a kapcsolatainkban, hogy egyáltalán érvényesítjük-e a saját érdekeinket, vagy feláldozzuk magunkat valaki másért, mindent ugye a saját magunkra vállalunk, a saját vállunkon cipelünk. Tehát érdemes valahogy tudatosítani a helyünket a világban, a kapcsolatrendszerünkben, és átgondolni azt, hogy mi mit szeretnénk. Tehát mi az, ami az én életem, ami én vagyok, amit én akarok csinálni, amiben én lennék boldog. A Yangfa egyik jellemzője, hogy szociálisan nem túl érzékeny, és hajlamosít a halogatásra. Gyakorlatilag a Yangfa valamit a fejébe vesz, kitalálja, nem érdekli, hogy mit szólnak hozzá mások, ő azt akarja keresztül vinni. Tehát ezt is meg kell fejlődni, hogy vegyük észre, hogy mások is vannak, hogy mások is ott vannak a pályán, mások is játszanak, és hogy ezekkel a másokkal össze lehet fogni. Hiszen ebben az októberben ott van 4 darab Yangfa egymás mellett. Kérdés az, hogy miért állnak ezek egymás mellé? Azért, mert felsorakozik egy hadsereg, vagy 2 egymással szembe, vagy azért, mert rájövök arra, hogy ha kommunikálok az emberekkel és összefogok, akkor egymást tudjuk segíteni, egymást tudjuk táplálni, egymást tudjuk emelni. Hiszen egy Yangfának a fő erőssége a növekedés, a fejlődés, a tanulás, a tudás. Nézzük meg a fának a gyökereit, nézzük meg egy nagy fának az ágait. Ugye elágazik folyamatosan, mindig el kell dönteni, jobbra menjek vagy balra. Na most ezekben a döntéshelyzetekben az a fontos, hogy teljesen mindegy, hogy merre megyek, mert a fa akkor is fölfelé nő. Csak döntsek, határozzam el, menjek tovább, csináljam a dolgom. Az októberben például sokkal zárkózottabb lesz érzelmileg mindenki, ami majd decemberben föloldódik, mert megérkezik a víz energiája, ami ugye a télnek az energiája, és a Yangfának nagyon nagy erőssége a stratégia alkotás, hiszen a fának a tetejéről átlátom az egészet. Tehát ha képes vagyok elhatározni, hogy hova akarok menni, a fának a tetejéről látom az utat, és azon az úton kell menni. Ennyire egyszerű. Csak hát közben jön egy november, jön egy disznóhónap,
ami ugye víz, és akkor vinne a víz erre, vinne a víz arra, mert segíteni kéne a szomszédnéninek, meg a másiknak, meg a harmadiknak, meg a főnök is akar valamit, meg a gyerek is, és akkor megint azt veszem észre, hogy hol vagyok én a történetben. Tehát, hogyha van egy stratégiám, akkor viszont tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy mit akarok, könnyebben végig tudom vinni ezt a dolgot. Az asztrológus tanácsa, amit érdemes megfogadni, ha hatékonyabban szeretnénk haladni. Fogjon egy A4-es lapot, és írja föl azt, hogy mik az ő forrásai. Mit értek ez alatt? Mi az, amire ő támaszkodhat? Mit tud? Milyen diplomája van, iskolája van, mi a szakmája? De a mit tudba az is benne van, hogy el tud-e készíteni egy befőttet, vagy egy savanyúságot. Tehát minden, amit tud, írjon föl. Kik vannak körülötte, kinek a támogatására számíthat. És amikor van egy rosszabb időszak, egy rosszabb nap, akkor csak elő kell venni ezt az A4-es lapot, és körülnézni, hogy jó, akkor mire támaszkodhatok, mire számíthatok. És rá fogunk jönni, hogy rengeteg segítség van. Az elmélyülésre ösztönző októbernek más jellemzői is lesznek, melyeket érdemes lesz felírni. Nagyon jók lesznek a megérzéseink, hogy hallgassunk magunkra. Higgyük el, hogy vannak megérzéseink, és higgyük el azt, hogy mindig az első gondolata jó. Mert ugye van egy helyzet, jön az első gondolatom, utána megmagyarázom magamnak racionálisan, hogy ez miért nem. Utána verem a fejem a falba, hogy jó, pedig tudtam, azt kellett volna csinálni. Tehát tanuljunk meg hallgatni erre az első megérzésre. Molnárné Gyürki Erika kiemelte azt is, hogy tanuljunk meg hálásak lenni, és megbecsülni azt, amink van. A Szülőföld Akadémia előadássorozat első alkalmán Kacián János helytörténészt és dr. Bak Miklós egyetemi docenst hallgatták az egybegyűltek a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar 52-es előadó termében Szekszárdon. A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara és a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület közös előadássorozatának első programját rendezték meg, ahol város lexikonok lesz a téma. A Szülőföld Akadémiát 2020. január 1-től indítottuk. Mi kerestük meg a PTL, KPVK dékányát, professzor dr. Szécsi Gábort, hogy szeretnénk egy ilyen együttműködést kialakítani, és nagyon hasznos lenne, hogyha város számára, megye számára, hogyha elindulna egy közös munka. És utána ugye a Covid ezt megakadályozta, néhány előadás után be kellett rekeszteni, és most úgy gondoltuk, hogy folytatni szeretnénk. Volt az egyetemnek egy másik programja, és így néhány hónapot csúsztunk, de most egy 8 részes előadássorozatot hirdettünk meg közösen, a két intézmény, a Tolna-megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, illetve a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara. És az előadás sorozatnak tulajdonképpen nincs egy olyan közös témája, nem a Szülőföld Akadémia, hiszen minden ebbe a fogalomba belefoglaltatik. Tulajdonképpen szeretnénk bemutatni a tudományos eredményeket, a kutatásnak a lehetőségeit, a forrását, és éppen azt szeretnénk bemutatni, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy valaki elkezd kutatni. A generációkat szeretnénk végigkövetni, tehát lesznek gimnazisták az előadók között, középiskolások, lesznek PhD hallgatók, lesznek idősebb kutatók, és lesz a középkorosztály, tehát tulajdonképpen mindenki megjelenik, és a formája is különböző. Most például ketten fognak egyszerre előadni, a témák is változatosak ennek nyomán, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak helytörténetlen, de mindenki igyekszik bele csempészni ezt a dolgot. Lesz település marketing az egyetemnek az egyik kutatója révén, lesz szó Apafi Mihályról. Azt gondolom, hogy ezek ma hiánypótló témák. És a történelem, a helytörténet az nagyon fontos, tehát különben elveszítjük. Ha nem vagyunk, elveszítjük a múltunkat, a jelenünket, de szerintem a jövőnket is. Ha nincs lokálpatriotizmus, akkor igazából a jelenünk van csak jelen pillanatban. Dr. Bak Miklós, akit 20 éves kapcsolat fűz Szekszárdhoz, igazán fontos témával készült a mai eseményre. Én gyakran megforduló vendég vagyok Szekszárdon. Most egy olyan kérdést akarok bemutatni, ami tulajdonképpen beleillik
a Honismereti Akadémia rendezvénysorozataiba. Szeretnék bemutatni egy nagyon érdekes szellemi vállalkozást, honismereti jellegűt, amelyre Kézdivásárhelyen kerül sor. Azért Kézdivásárhelyen, mert én tulajdonképpen odavalósi vagyok. Ugye a magyar nyelvterületnek a legkeletibb kisvárosáról van szó. Székelyföld délkeleti csücskében van Kézdivásárhely, és ott egy kis csapattal nekiláttunk elkészíteni a városlexikont. A városlexikon az egy viszonylag ismert műfaj. Az újdonság ebben a vállalkozásban az, hogy mi egy online városlexikont készítünk, és ez már az interneten tulajdonképpen követhető is. Az elindulás volt nehéz, mert dönteni kellett arról, hogy tulajdonképpen kiktől, kiknek a segítségével elindulva állunk neki ennek a tervnek. Volt egy elképzelés, hogy felkérjük az önkormányzatot, de végül abban maradtunk, hogy legjobb, hogyha egy civil kezdeményezés lesz. De ebbe a civil kezdeményezésbe olyan emberek vannak benne, akiknek komoly szakmai hátterük van, múzeumigazgató, művészettörténész, tehát mindenki doktori fokozattal rendelkezik, de az egész tulajdonképpen egy civil szervezet égisze alatt történik, folyik, ez pedig a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete, de már vannak szakmai partnereink, többek között az Egyed Antal Honismereti Egyesület, tehát ennek révén is vagyok itt. Kacián János, helyi történész, a Tolna vármegyéről szóló életrajzi lexikonról kezdte az előadást. Több kollégámmal, egyesületi taggal megbeszélve belevágtunk egy életrajz gyűjtésbe, egy életrajzi lexikon elkészítésébe. Ennek az volt az apropója, hogy utoljára ilyen Tolna megyéről 50 évvel ezelőtt készült, Sipter Gézáné könyvtáros szerkesztésében. Úgy gondoltuk, hogy aktuális a folytatás. Aztán kiderült, hogy ez tényleg így van, aminek voltak örömteli pillanatai, mert mi is rácsodálkoztunk néhány életútra, meg voltak nehezebb pillanatok is, mert ismerősökről kellett úgy beszélni, hogy már nem élnek. Nos, 885 név szerepel ebben a gyűjtésben, Életutak Tolnában címmel, és ha minden igaz, és az én vágyaim teljesüljenek, akkor ez majd eljut minden településnek és iskolának a könyvtárába, de a legfontosabb az, hogy használják fel arra, hogy akiről meg akarnak emlékezni, méltónak tartják rá, arról adatokat, ismereteket találnak ebben a kötetben. A Szülőföld Akadémia további 7 előadását havonta egyszer rendezik meg, melyek bárki számára elérhetőek és ingyenesek lesznek. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták, viszontlátásra!